mai adásunk tartalmából női kézilabda, férfi kézilabda, kosárlabda, erőemelés és Tata Agostyán futás. A női kézilabda NB2-ben remekül szereplő csapatunk a Hort Csepel csapatát látta vendégül a gimnázium csarnokában. Zöldben láthatjuk majd a mieinket. Halasi Kinga védett, ő kezdett a kapuban. Antal Dominika, Kőhalmi Zsófia, Kurcsár Gyöngyi, Szőcs Fanni, Majer Lívia, Völgyi Ágnes csapat volt a mezőnyben. A két kapus csere jó, Edith és Weber Kitti. A mezőnyjátékosok Lengyel Tóthizik, a Kurcsik Nóra, Németh Krisztina és Zsótér Daniela voltak. Jól indult a mérkőzés a mi szempontunkból, alaposan belekezdtünk. Szinte állva hagytuk a vendégeket, vezettünk 9-2-re is. Aztán a könnyelműség megbosszulta magát, igen közel kerültek hozzánk a fehérmezes vendégek. A félidő vége felé újra helyreállt a rend, pontosabban az 5-6 gólos Tac vezetés. Nagyszerű indítások, gyors lerohanások és gólok, jó kapus teljesítmény, határozott védekezés az első félidő krónikája. Csere nélkül játszotta végig az alapcsapat a mérkőzést, de így is 19-9-es vezetéssel gyakorlatilag 10 köztével mehettek pihenni a csapatok. A második félidőben egy csere történt a szélen, Zsótér Daniella kezdett, Antal Dominika pihent egy kicsit, később aztán természetesen újra beállt. Más változást nem láttunk nálunk. Azt viszont igen, hogy a vendégek kettőt dobtak 2 perc alatt, és igen, megközelítettek bennünket, na annyira azért nem, hogy félnünk kellett volna, minden esetre a 33. percben jártunk már, és jobb kezdésben bíztunk. Szőcs Fanni gólja jókor jött, nehogy megjöjjön a vendégek önbizalma. 20-11, megnyugtató előny. 23-11-nél úgy tűnt, hogy a fehérek nem képesek megújulni. Erőtlen, gyenge támadó játékok semmi gondot nem okozott a kapusainknak. A játék minden elemében fölülmúltuk őket. A második félidő felénél Csányi Gábor időt kért, 28-16-ot mutatott az eredményjelző. Németh Krisztina lett aztán a baloldali szélső játékosunk, Völgyi Ági pihent. A kapuba jó Edith állt be, Halasi helyett ő védett tovább. A játékképe azt mutatta, akkor lehetett volna baj, ha valami igen nagy hibát elkövet a csapat, de szerencsére ez nem történt meg, mert a csepeliek képtelenek voltak átlőni a védőfalunkat, hibát hibára halmoztak. Mi pedig szinte tetszés szerint szórtuk a góljainkat. A 25. percben 31-18-nál Kulcsár Gyöngy, a csapatkapitány jött pihenni, nagy taps közepette helyét, Kurcsik Nóra foglalt el, a szélen játszott. 3 perccel a vége előtt kiengedtünk egy kicsit, a győzelem nem forgott veszélyben, mert mi 34 gólt dobtunk, míg a vendégek 24-et maradt el a tiszt közte, továbbra is remekül szerepel női kézilabda csapatunk. Összeálltunk, minden rendben van, jók vagyunk, megyünk. Az igazság, hogy kevesen vagyunk, ez már tavaly is probléma volt. Ráadásul közben jöttek olyan betegségek, sérülések, amik nem voltak bekalkulálva. Úgyhogy ebből a szűkös létszámból kell gazdálkodnunk, de hát egyelőre bírjuk a strapát, és hát remélem, hogy ez kitart még a bajnokság végéig. Miben látod azt, hogy ilyen tartósan hosszú idő óta ott tudtok lenni a meccsre, tudtok figyelni, koncentrálni, mi lehet az oka? Hát az mindenképpen szerintem nagyon jó, hogy együtt maradtunk. Tehát a tavalyi csapat, ugye a többi csapatnál vannak kisebb-nagyobb változások, idő kell ahhoz, főleg ezen a szinten, ahol viszonylag kevés edzéssel készülünk, hogy összeálljon egy csapat, ráadásul mindenki az a nyerő típus, tehát tudja, hogy mit kell tenni a pályán, edzésen, és szerintem ez így a mérkőzéseken meg is mutatkozik. Ez az edzőmeccs, amit most láttunk, mennyire segíti majd a következő bajnokikat? Hát, hogy edzőmeccs, azért azt nem mondanám, mert bár most úgy nézett ki, de ez igazából nekünk volt köszönhető, hogy edzőmeccsé vált, mert hála Istennek jól ültek a figuráink, viszonylag jól értékesítettük a helyzeteinket is. Az előző meccseken is lehetett volna ilyen gólarány, csak sajnos sokkal több helyzetet kihagytunk. Miért van az, amikor egy az egyben mentek a kapussal szemben, mindenki mondja, hogy gól-gól, és mégsem az? Látjátok a kapust? Nézzétek, hogy merre mozdulhat, csak lövitek, és lesz, ami lesz. Hát általában szoktuk nézni a kapust.
amikor jönnek ugye mellettünk, akkor van, tehát sok mindentől függ, hogy dobunk. Igazából tudtuk, hogy ő egy jól képzett kapus, tehát ő régen is NB1-ben játszott, ezt tudtuk. Hát mondhatnám, hogy készültünk rá, mindig igyekszünk nézni a kapust, attól függ, hogy véd. Most ez így sikerült, volt, hogy kimaradtak zicserek. Most ennyit tudtunk. Az irányító posztján mennyire lett könnyebb a dolgod, miután összeállt a csapat, megmaradt a mag, tudod, hogy kitől mit várhatsz el? Nagyon örülünk, hogy egyben maradt a csapat. Igazából egyre jobban mondhatjuk azt, hogy ismerjük egymás mozdulatát. Tényleg most már egyre jobban kijön az, hogy régebb óta játszunk. Tényleg sokkal könnyebb dolgom van. Igazából most elég kevesen vagyunk. Néha, amikor elfáradok, akkor szoktunk cserélni a Zsófival. Ezt szoktuk osztani, de most már ismerjük eléggé egymást, úgyhogy remélem az a játékban is látszik. Ezek a könnyű meccsek mennyit adnak a következő feladatokhoz? Hát igazából most már minden meccshez úgy állunk, hogy nincsenek könnyű meccsek, ugyanis elég kiegyenlített mostanában a mezőny ez az idei évben. Nem úgy van, hogy van egy élcsapat, aki úgymond agyonver mindenkit, minden meccsre ugyanúgy készülünk. Lélekben van, amikor tudjuk, hogy ez könnyebb lesz, de az elején azért nagyon sok minden függ attól, hogy védekezünk, hogy mennek a lerohanások, hogy védenek a kapusok, úgyhogy hát most ez egy könnyű meccs volt, bár azért a végén megint kiengedtünk, meglátjuk. De mitől és miért állt össze ez a csapat ilyen jó csapattá, hogy a laza könnyű meccset tudtok játszani egy viszonylag erős csapat ellen? Valóban ott vagyunk a spiccen, sőt azt mondanám, hogy az előttünk lévő csapat az két meccsel többet játszott, most már csak egyel, így van kettő különbség, és az élen lévő csapatot mi idegenben megvertük. Tehát jelen pillanatban nagyon jó helyzetben vagyunk, ugye ebben az egy vereséggel, az egymás elleni eredmények alapján idézőjelben vezetnünk kellene a tabellát. Mi az, amitől és amivel ilyen egységes és eredményessé váltatok? Valóban mondhatná, hogy maroknyi, de egységes csapatunk van. Ugye aránylag kevesen vagyunk, most sajnos megint van két újabb sérültünk, tehát 8 felnőtt játékossal játsszuk végig a mérkőzést. Ez a egységet erősítheti, hisz egymásra vagyunk utalva, ellenben megvan a kockázata is, hogyha egyszer-kétszer valakinek nem megy a játék, akkor igen sok variációs lehetőség azért nincsen sajnos. Meddig engedhető meg a lazítás egy ilyen ilyen nagy gólkülönbségű vezetés esetén? Mikor kell belenyúlni a meccsbe, hogy most aztán már elég? Hát valóban volt 9-10, sőt 12 gólos vezetés is. Úgymond, hogyha végig a feszített tempót megyünk végig, akkor egy 16-17 gól lehet, hogy benne lehetett volna. Több variációt próbáltunk ki felállásokban, egy-két játékost más poszton játszatni, mint eddig, lehetőséget adni fiatal játékosnak balszélen. Itt valóban megvan az a veszélye, hogy időzőben nem néz ki annyira jól, mintha 16-17-tel nyertünk volna, de a jövő érdekében inkább nyerjünk 10-zel, de úgy, hogy bátran próbálkozunk más felállítást is. A Balatonfüredi Kézilabda Sportegyesület U23-as csapatát látta vendégül férfi csapatunk az NB1-ben. Fekete mezben vannak a mieink. Az előző két mérkőzésen nem kényeztették el a szurkolókat a csapat tagjai, most viszont szerették volna győzelemmel zárni ezt a rangadót. Hát bizony nagyon nehéz feladatra vállalkoztak a szombati esti órákban. Cérna Tibor kezdett a kapuban, Endrédi Dezső, Kőhalmi Dániel, Kanyó Balázs, Kis Ádám, Schneider Patrik és Kanyó Ádám voltak a kezdők. Varga Attila a kapuscsere, Lehőz Zoltán, Kanyó Bence, Hajdú Tomás, Endrédi Péter, Hollós Máté és Sajó Völgyi Dávid ültek a kispadon. A harmadik percig kellett várni az első gólra, amit a Fürediek szereztek, de már a kontratámadásból Kőhalmi Dani kiegyenlített. Kányi Robert sérült, így a védekezésünk tartó pillére nélkül kellett helyt állni. Kovácsovics László védekezett Kányai helyén a védő falban. Kanyó Balázs volt a beálló. Nagyon kellett vigyázni a labdavesztéseknél, mert a villámgyors füredi ellenakciók nagy veszélyt rejtettek magukba. Szólos volt a mérkőzés, a 8. percben 5-3-as füredi vezetés volt. Kis Ádám hetesével 5-4 lett. Kőhalmi Dani második góljával pedig 6-5 lett az eredmény, sajnos a vendégek vezettek. Labdaszerzés után egy gyors lerohanás, Kis Ádám egyenlített. Nagyon feszes, jó színvonalú, egyenlő erők küzdelmét láthatták a nézők. A 22. percben mindössze 16 gól esett, 8-8 fölváltva.
aztán először mi vezettünk 9-8-ra. Rendkívül gyors és jó fizikumú vendégek ellen nagyon nehéz volt a játék. Jutott védekezésre váltott a Füred. 2 ember hátrányban játszottunk. Aztán egy nagyon remek kanyó támadás, Balázs passz után Ádám gól, 11-11. Fél nap bravúr volt még az első fél idő vége előtt, így egy gólos hátránnyal, 12-11-el mehettek pihenni a csapatok a fél időben. A második fél időt nálunk a Cérna, Hollós, Máté, Kovácsovics, Kőhalmi, Kis Ádám, Kanyó Bence 7-es kezdte. Hollós beállásával rögtön ki tudtunk egyenlíteni, góllal indította a második félidő csapatunk Hollós révén. Kanyó Bence irányított, Kis Ádám és Kovácsovics voltak az átlövők, Hollós pedig a szélen játszott, egyik jobb szélen, a Kanyó Ádám pedig a bal oldalon. Remek kanyó támadás, Kanyó Balázs góllal. Aztán Kis Ádám szűkítette megint a Fülediek vezetését 16-15-re. Fülöp Péter időt kért, aztán megint nagyon szép kanyó támadás volt, Kanyó Bence, Kanyó Balázs játék után Balázs lőtt gólt, 16-16. Egy-egy gól volt mindig a két csapat között, csak az volt a baj, hogy mi mentünk mindig az eredmény után, és ez egy picit az erőnket is talán felőrölhette. Kis Ádám 7. góljánál tartott, gyakorlatilag egyharmadát lőtte a góloknak. Kőhalmi Dani 18-18-ra alakította az eredményt a 47. percben. Aztán átvettük a vezetést egy góllal, Kis Ádám parád és egyéni megoldása után. Aztán nem örültettünk sokáig, mert azonnal kiegyenlítettek. Ritán láthattunk ilyen mérkőzést, ahol mindvégig egy-egy gól volt a csapatok között. 2-3 gól már azért komoly fordulatot hozhatott volna, de ez nem jött el az egész meccs során. Emberhátrányban kerültünk az 52. percben, 21-21-nél. Szóval megint kanyóék parádéztak, Bence és Balázs révén újabb gólt tudtunk szerezni. Emberelénybe kerültünk, Cérna bravúr, de nem tudtunk ebből sajnos gólt szerezni az előnyből. Rossz passzok voltak, ilyenkor óriási luxus, nem szabadna ezeket a labdákat eladni. Schneider 3 eladott passz után nagyszerű gólt lőtt, 23-22 volt nekünk. Kis Ádám 9. góljával 24-23-ra vezettünk. Nagyon-nagyon kevés volt már vissza a mérkőzésből, óriási feszültség volt a csarnokban, akár a pályán, a nézőtéren, a kispadoknál. Fél perc volt már hátra, vendégek szereztek egy labdát, szerencsére mellé dobták, és ezzel egy remek mérkőzésen, óriási meccsen, nagyszerű játék után 24-23-ra egy igen-igen elismerésre méltó győzelmet arattunk a két vereség után. Megérdemelten győztünk, méltón a tatai hagyományokhoz, és ismét ott volt a vastaps, és megint jó volt látni, hogy a nézők kihívták a játékosokat, megköszöntek a játékot és a 2 pontot. Minden volt a mai mérkőzésben. Hektikus végjáték, küzdelem, hazai győzelem szerencsére. Volt már olyan meccs, hogy mindig egy-egy gól volt ide-oda, én nem láttam még ilyen meccset, pedig régóta járunk kézimeccsekre. Hát azt azért tudni kell, hogy vannak sérültjeink, akiket nem tudjunk használni. Volt olyan játékosunk, aki sérülés szenvedett a mérkőzés alatt. Ugye, valamint hát egy olyan szériában voltunk benne, amihez nem voltunk hozzászokva, 2 vereség után érkeztünk ide. És azt gondolom, hogy ez is rányomta, meg amit az előbb elmondtam, azok is rányomták a bégét erre a mérkőzés, és azért alakult így. Mennyire tudtál végig nyugodt, higgadt maradni, mert azért igen-igen komoly feszültség volt a meccsben? Hát próbáltam, próbálok én is tanulni itt a múltból. Ilyen bajnokság ez, hogy nüanszok döntenek, tudomásul kell venni, és meg kell tanulni, hogy nyugodtak maradjunk. Hát ez úgy látszik, ma nekünk jobban sikerült. Hát nagyon örülök, mert győztünk. Kicsit hullámzóan játszottunk, úgy érzem. Voltak szakaszok, ahol jól játszottunk, csak kicsit kapkodva. Több helyzetet kihagytunk, amik lövőhelyzetek voltak, de hát ez benne van a játékban. Ádám, a több éves NB1-es tapasztalatot különböző csapatoknál, mennyi segítséget ad olyankor, amikor szorult, nehéz helyzetben dönteni kell?
Hát mindenféleképpen sok segítséget nyújt, mert rengeteg olyan mérkőzést játszottunk, meg játszunk az NB1-be, meg úgy érzem, hogy itt is, mert nagyon jó képességű csapatok, hát mint például az a Balatonfüred tele van olyan fiatal játékosokkal, akik 18-22-23 évesek, és már kopogtatnak a felnőtt csapatok ajtaján. Nagyon jó ügyes játékosok ellen tudunk játszani, és kérezett helyzetben jó jön az, hogy ha van 2-3 olyan ember, akiknek van olyan plusz tapasztalat, akivel könnyebb így játszani. Nem így terveztük mi ezt, megmondom őszintén, de azt így lehet látni, hogy ez a csapat ez nagyon kemény, nagyon jól fel vannak készítve, és az is látszik rajtuk, hogy bennük van a munka, amit azért, hogy nem fáradtak el, tehát végig tudták nyomni. Hál' Istennek mi ebben most felvettük a megfelelőképpen a harcot. Annak ellenére, hogy több sebből vézik most a csapat. Hát igen, ugye azt tudni kell, hogy a Kányai Robinek a kiválása az egy eléggé nagy veszteség, de hál' Istennek, ha elején nem is, de a másik fide abszolút, a Kovácsovics Laci, a Kőhami Dani megoldotta ezt, és elég kemény, stabilan voltunk ott középen, az is tudott nehezebben gólt lőni. Amikor olyan feszes meccs van, mi dönthet a csapat javára, vagy a mi csapatunk javára, mit gondoltál, mit láttál, miben lehetünk itt a legvégén egy picivel is jobban, akár egy góllal is? Nagyon érdekes, mert a pengélin táncoltunk, sajnos a felfokozott időkállapotban ki kell válaszolni a legjobb megoldást, ami ugye, ezt mondtam már, hogy nagyon nehéz. Többször volt olyan passzunk jobb szélre, ami nem kellett volna, nem volt indokolt, vagyis amikor indokolt volt, akkor nem oldottuk meg jól, nem volt pontos, pedig ott voltunk társunk a helyzetbe, ezen múlhat. Most hál' Istennek azzal, hogy kétszer nagyon szépen visszajöttünk az ellenfél és visszaszereztük a labdát, ezzel a magunkkal folytottuk a mérkőzést. Az NB1 amatőr női bajnokságban játszott Tattai Sportegyesület kosárlabda csapata a BKG DSE csapatát, gyakorlatilag a Szigetszent Miklósok csapatát, az egykori Ferencváros utánpótlás csapatot látta vendégül a Vaszari János Nátos iskola torna csarnokában. A tataiakat látjuk fehér mezben, a Jakubovics Dóra, Sipos Tünde, Kis Csenge, Jagica Diana, Kis Judit, Seres Kinga, Pálmai Nóra, Tógye Riska Zsanett, Kisznér Piroska, Szabó Bianka és Ábrahám Márta. Aki a neveket hallotta a felsorolásban, úgy tűnik, és úgy is van, hogy nagyon sok új játékos jött ide Tatára, a felnőtt női csapathoz, teljesen átalakult az együttes, és hát meg kell szoknunk az új neveket, hogy tulajdonképpen a mérkőzések során majd könnyen követhető legyen, hogy ki kicsoda. A Jakubovics, Sipos, Kis, Veres és Kisznér csapat kezdett. A vendégek csapatáról már ugye mondtuk, hogy a Ferencváros utánpótlását képviseli, éppen ennek okán gyors, képzett, ügyes játékosok alkotják a gárdát. A Tatai-Esse gárdája jól kezdett az első percben, de utána a ferencvárosiak, vagyis hát a pestiek áttették az irányítást, és az első játék részben már tetemes előnyre tettek szert. 6-7 ponttal mindig mentek, a tatai lányoknál még látszott az összeszokottság hiánya, de igyekeztek központosítani és jó megoldásokat találni. A palánk alatti védőmunkán van mit javítani bőven, mert a lepattanókat javarészt a fővárosiak szerezték meg. A második negyedben lényegében ugyanaz történt, mint az elsőben. A saját palánk alatt a vendégek jobban teljesítettek, és ezekből aztán pontosan értékesítették a büntetőket is. Kaptunk személyt elég sokat, gyűjtöttünk össze. Sajnos, mert a szerelések során szinte minden egyes esetben hibáztunk. A vendégeknél talán nem is volt személyi hiba az első két negyedben, nálunk viszont elég rendesen összeült. Egy kicsivel jobb lett aztán a első félidő vége felé a lepattanók leszedése, csupán az abból való támadás vezetések, támadás befejezések nem akartak sikerülni. A második negyed végére alig dobtunk 20 pontot, sok hibát követtünk el. Gyakorlatilag az első két negyed után, vagyis az első félidőben 38-18-as vendégvezetést láthattunk a órán. Hallunk két nyilatkozatot a második félidő elejéről, az egyik Szabó Judit vezetőedző, a másik pedig a most nemrég idejött új csapatkapitány, egyébként edzőnkkel is dolgozik, Ábrahám Márta.
irányító szerepet kaptam, mert arról értesültem, hogy az irányító játékos megsérült, és nincsen egyes poszton játékos, úgyhogy hát ez mindegy egy egyhetes gyors történet, de hát megpróbál majd teljesíteni a rám bízott feladatot. Mit láttál az első két negyedben? Mennyire lehet kicsit helyre rántani a csapatot itt ezzel a különbség miatt? Hát egy kicsit tudom edzői szemmel is nézni a mérkőzés, bár azért nehéz belülről, mikor az ember játszik. De mivel kosabda edző vagyok, így azért az első benyomásom az az, hogy több mélységi munkával jobban meg lehetne mozgatni a védelmet. Sajnos abból kaptunk gyors 10-12 pontot, hogy keresztpasszokkal ellopták a labdát, és 3-5 percet befejezték a támadásokat. Tehát úgy gondolom, hogy egy kicsit mozgalmas támadójátékkal, több passzal, elszakadásokkal, elzárás, leválásokkal sokkal jobb és több pontot tudnánk szerezni. Egész jó összeállt ez a csapat a múlt hétre. Nagyon jót játszottunk a MAFC-al, nagyon jót. 4 pont volt közte, amikor a Lévit úgy dobták meg egy beindulás során, hogy mentő vitt el. Most elvesztettük azt az irányítót, aki tökéletesen tudta már ezt a csapatot vezetni. És most ott vagyok, hogy egy másik irányítót kellett hozni pénteken, aki még nem ismeri a lányokat, és ez a mai mérkőzés, ez annak jegyében telik, hogy próbáljuk kiismerni egymást a pályán, borzasztó nehéz így meccset játszani. Ehhez hozzájön az, hogy nem volt edzés lehetőségünk. Fél pályán edz egy NB1-es csapat. Milyen alaptaktikátra építettél most az első negyed után a másodikba? Szerettem volna azt játszani, amit gyakoroltunk pénteken, hogy megfuttatjuk az alapot, beléptetjük a centert, szétviszi az alát a védelemnek, és akkor a bedobó alul be tud lépni és befejezi. Egyszer se sikerült megcsinálni. Mi lehet az oka? Hát tudják, ezt akartad, biztos játszottad edzéseken. Az oka, hogy két centerrel szoktuk ezt játszani, és ugye a Líviának a gyorsasága, meg a pontos passzai hiányoznak. Legalább 20 eladott labdánk volt egy negyedben. Nem tudom, nem néztem meg, de nagyon sok eladott labdánk volt. Azt figyeljetek, hogy a kosárnál a saját palánk alatt lepattanók, hát mindig az ellenfél tudta leszedni. Talán hiányoznak a magas emberek onnan középről? Nem azzal volt a baj, nem jól zártunk ki. Nem zárták ki az embert. Gyors kis csapata van a BKGDS-ének. Pillanatok alatt ott vannak, és övék volt. Nem zártunk ki rendesen, ez volt a hiba. A vendégek kezdték a játékot a második félidőben, vagyis a harmadik negyedben, és az első kísérletük nem jött be, sajnos nekünk sem. Ugyanaz folytatódott nálunk, nem sikerült feljavítanunk a dobó százalékunkat. Egyetlen egy 3 pontos kísérletet nem láttunk, csupán Veres Kingától egyet, ami sajnos nem jött be. 2 pontosuk, ha kevés is, de azért akadt, tartottuk magunkat, hogy mínusz 20 körül. A vendégek 52-23-as vezetésnél sort cseréltek. Könnyű volt a dolguk, mert nagyon hosszú volt a kis padjuk. A harmadik negyedet 60-25-tel zárták, mármint a vendégek vezetésével. Nem sokat remélhettünk a negyedik negyedtől, mert a vendégek játéka azt mutatta, hogy itt ma a tatai csapatnak nem sok babért terem. Folyamatosan növelték előnyüket a vendégek, és végeredményben teljesen megérdemelten az újra alakuló tatai csapatra szemben 87-32 arányban megnyerték a találkozót. Adásunk további részében az erőemelőknek nyújtott hasznos tanácsokról láthatnak összeállítást, és Tata Agostyán futás. A tatai Brutál Gym sportközpont vendége volt Vörös Zoltán, többszörös testépítő bajnok. Szeminárium keretén belül szakmai tanácsokkal látta el a sportolókat. Előadása több témakört ölelt föl. Az apropója a jelenlétemnek nem rás, mint egy ilyen kis szeminárium, ahol tulajdonképpen információ csere fog történni. Remélhetőleg ez nem egy monopól helyzet lesz, és nem én leszek az egyeduralkodó, hanem a srácok kérdésekkel bombázhatnak, amelyre legjobb tudásom szerint igyekszem majd megfelelni. Aztán persze, mivel egy edzőteremben vagyunk, egy kis edzéstechnikai rész is, ahol előfordulhatnak esetleg kritikus gyakorlatok, vagy csak a jelenlévők arra kíváncsiak, hogy én hogyan hajtom végre az adott mozdulatokat. Kérdéseken kívül te mivel készültél, mire készültél a mai estén? Bármire.
bármire kapható vagyok, amit a közönség megkíván. Ez egy teljesen baráti összejövetel, igazából tényleg nem egy előadás jellegű, hanem az, hogy jól érezzük magunkat, és ha lehetséges, akkor még egy kicsit tanulunk is az eseményekből. Ugye a sport elengedhetetlen része az egészség, főleg az ilyen szakágokban, az ilyen sportágokban. Mire hívnod el elsősorban a figyelmet azoknak, akik esetleg most kezdenek, és mire azoknak, akik már ebben nagyon jól benne vannak? Kettő az egyben a válaszom, ugyanis mind a két célközönségnek a táplálkozás lesz az alap szabálya, amit ugye meg kell esetlegesen egy kicsikét reformálni. Nyilvánvalóan ez célfüggő, az, hogy esetleg az adott személynek mi a célja. Éppenséggel egy kis testzsírszázalék csökkentés, fogyás, vagy éppen az izomtömegét szeretné növelni. Mindenféleképpen az lesz a mérvadó a sikereinek elérésének, hogy mi a táplálkozási szokása. Hol válik el az amatőr sport, és hol válik el tulajdonképpen az úgynevezett versenysport ebben az ágban? Hát az amatőr és a versenysport tulajdonképpen, aki már versenyzésre adja a fejét ebben a műfajban, akár amatőr szinten is, szinte nincsenek különbségek. A felkészülés, az elvégezendő munka az ugyanaz. Talán az émek számával és a beleinvestált energiának, munkának az elteltével lehet elszeparálni azt, hogy valaki profivá válik, avagy amatőr szinten marad. Milyen versenyágak vannak, tehát ebben a szakában? Tudom, hogy erőemelés van, de ezen kívül van-e még valami esetleg, amire most még ma fölhívod a figyelmet, hogyha kérdez, ha nem kérdeznek, akkor is? Ugye általában erről a sportágról mindenkinek a testépítés jut eszébe, amit azért valljunk be őszintén jó néhány év elteltével tudunk színpadra vinni, ugyanis a fizikumunk azért nem hip-hop fog megnőni, persze a definíció, a diéta, stb. Viszont most már az új irányzat, ami nagyon népszerű lett, ez a fizik kategória, amely nem kíván akkora izom tömeget, viszont az izom definíciója és kidolgozottsága nagyon nagy hangsúlyosságot kap ezeken a versenyeken, és itt már azok a srácok, illetve hölgyek is el tudnak indulni, akik nem degradálom mondok, akár csak 2-3 év edzésmunkát tudhatnak a hátuk mögött. Mennyire kell figyelni a sérülés veszélyére, főleg az elején, és aztán, hogy amikor már megy, azt gondolja az ember, nem lesz semmi, de aztán mégis, amikor a nagyobb súlyokra kerül sor. Mindenféleképpen nagyon fontosnak tartom arra, hogy azokat a dolgokat, hogy odafigyeljünk. Nyilván ezek elkerülhetők bemelegítési gyakorlatokkal, nyújtó gyakorlatokkal. Remélem, hogy a mai nap alkalmával esetlegesen ezekre is ki fogunk majd térni. A hallgatóság igen aktív volt, folyamatosan kérdeztek, kíváncsiak voltak, vajon milyen életvitel, milyen táplálkozás, mennyi edzés kell ahhoz, hogy a kezdő sportolóból testépítő versenyzővé váljon valaki. Hát tulajdonképpen egy ilyen profi testépítő, mint a Vörös Zoltán is, elég nagy ismeretanyaggal rendelkezik itt az edzőteremnek a területén, tulajdonképpen minden gépet jól tud használni, meg tudja mutatni az ittenieknek, hogy kell szabályosan edzést végrehajtani, és tulajdonképpen nem kell annyi energiát rápazolni az egészre, a lényeg az, hogy a gyakorlatokat pontosan kell végrehajtani, pontosan kell kivitelezni, és akkor nem kell akkor edzésmunkát, energiát elemészteni, és az ember oda tud figyelni tulajdonképpen az étkezésre és másra is, ebbe is tud ő tanácsot adni. Mennyire fontos az, hogy a teljesen kezdőknek adhat olyan tanácsot, esetleg, hogy nehogy sérülés veszély lenne, vagy egyéb ilyesmi. Mennyire igénylik az itt sportoló emberek? Mit látsz, mit gondolsz? Tulajdonképpen nagy segítséget tud ő abba venni, főleg a kezdőknek igazából. Tulajdonképpen a kezdőknek általában megvan az a lendületük, hogy leülnek egy-két hétre, akár egy-két hónapra, és utána a fáradtságtól abba hagyják az edzésmunkát. Tulajdonképpen, hogyha mondom ismétlem magamat, hogyha rendesen végzik el a gyakorlatokat, akkor kitartást tud adni hozzájuk. Tulajdonképpen nagyon sok ember hirtelen eredményt vár, hirtelen eredményt vár a sporttól. Igazából ez hosszú évek munkája alapján fog kifejlődni az izomzat, az étkezés alapján is, az életmód alapján is tulajdonképpen, úgyhogy meghatározó az, hogy hogyan indítja el a fiatalokat ezen a pályán, ezen az úton. Nagyon sokan azt mondják, hogy fejben dőlnek el dolgok. Nálatok jellemző ez, amikor versenyre kell készülni? Persze, igen, hogyne jellemző természetesen, hogyne, amikor versenyre készülünk, akkor sokkal jobban odafigyelünk ezekre a dolgokra, főleg a húsbevitelre, a szénhidrátbevitelre, a fehérjebevitelre, és az edzésmunkára is teljes mértékben kiemelkedően odafigyelünk, és sokkal több energiát mozgatunk ilyenkor, amikor versenyre készülünk. Te, aki Európa bajnokságon és világban is akar részt veszel, az itteni fiatalok, kezdők mennyire igénylik azt, hogy elmond nekik a dolgokat, hogy mit, hogyan kell csinálni? Én tulajdonképpen olyan vagyok, hogyha látok valakit, aki esetleg szabálytalanul végezett gyakorlatot, akkor oda megyek és segítek neki. Volt már olyan, hogy többször segítséget és tanácsot kértek tőlem, hogy lehet mondjuk szabályosan egy gyakorlatot végrehajtani, de inkább az erőemelésben és fekvőnyomásban vagyok otthon, tehát tulajdonképpen abban tudok tanácsokat adni nekik. Megvan-e, hogy milyen korosztály felett lehet az erőemeléssel foglalkozni, vagy bárki akár a kisebbek is ezt igénybe vehetik?
tulajdonképpen nincsen, meg a kisebbek is elkezdik, lejönnek és megízlelik a teremnek az illatát, ami itt van. Ez egy jó illat, tulajdonképpen nagyon szeretek itt lenni. Itt megízlelik az ízét, és így kapnak tulajdonképpen rá, látják a nagyobbakat edzeni, látják, hogy hogy csinálnak, látják, hogy mekkora súlyokat tudnak megmozgatni. Tulajdonképpen ez hangolja rá a fiatalokat arra, hogy aztán később ezzel kitartóan tudjanak foglalkozni. Gyorsan eljött a reggeli ébresztő ideje az ultramaradonistáknak a tatai edzőtáborban, mert 59 km megtétele várt rájuk a Tata-Budakeszi szakaszon. Indulás előtt mindenki igyekezett frissíteni, lazítani a fáradt izmokat, ízületeket, így voltak ezzel a tatai csapat tagjai is. Próbáljuk tartani ezt a hatodik helyet, illetve talán kicsit följebb menni, mert 3 perce van az ötödik csapat előttünk. Hát ez egy nagyon nehéz nap lesz, nem csak a terepviszonyok miatt, hanem az időjárás miatt is. Mit szólsz ahhoz, hogy most már csak Győrtől kell elindulni, és Budakeszin vége az egésznek? Hát furcsa, tehát azért jó néhány, én is már 15 fölötti Bécs-Budapesten vettem részt, és hát ilyen még nem volt. Úgy tudom, valami szervezési probléma miatt nem Bécsből indultunk ezen az éven, de mindenféleképpen rövidebb. Nem mondanám, hogy könnyebb, mert talán a tempó viszont így gyorsabb. Mennyire lehet javítani, mit látsz az előttetek lévőkből, milyen erős csapatok, mennyire bírják majd a Gorbát, mert ugye az egy igen nehéz szakasznak tűnik. Hát igen, ahogy mondtam, 3 percre van előttünk az ötödik, ami egy 61-nány kilométeres szakaszon nem sok távolság, főleg ezen a nehéz terepen, ami hát idézőjebb a hazai pálya nekünk, úgyhogy mindent megteszünk azért, hogy erőrébb lépjünk. Most a gyorsaság vagy a kondíció, a kitartás lesz a fontos ezen a szakaszon? Hát azt gondolom, hogy mind a kettő, ahogy említettem, most itt az időjárás elég mostoha, tehát itt fejbe is sok fog múlni az egészen. A hagyományossal várt betét versenyre a Tata-Agostyán közötti 7 kilométeres távra a vártnál kevesebben jelentkeztek. 100-150 polót készítettem a mai futásra, de úgy sejtem, hogy nem leszünk ennyien. Mitől nem, miért nem? Az iskolák, az általános iskolák jelezték, hogy az esőben, zúgó az esőben nem hozzák ki a gyerekeket, hogy nagyon megázzanak. A középiskolások itt vannak, tehát lesznek középiskolás indulók. Úgy néz ki, hogy a nagy mezőnnyel 9 óra 5-kor együtt fognak indulni. Akkor nem lesz külön indulás csatatóiaknak ezek szerint? 9 óra körül indultunk volna vonat miatt, vonatok érkezése miatt, ezt az 5 percet akkor megvárjuk, és így most ez a néhány ember, aki bátran bevállalja elsőben is Agostyánig a futást, futhat a nagy mezőnnyel együtt. Ott Agostyánban odaérnek, lesz-e valami, ami be tudnak ülni a rossz idő miatt, de esetleg nehogy valaki megfázzon, vagy megbetegedjen, terveztetek ezzel? Igen, mindig Agostyánnál vár minket egy busz, amire rögtön fel tudnak ülni, át tudnak esetleg öltözni, tehát várja ott őket egy különjáratos busz. Szerinted mekkorát veszett a Nimbuszából ez a maraton, ugye most a Győrből indul és csak Budakeszig megy? Biztos megvolt az oka, hogy 3 napos lett ez a verseny. A sportolók szerették az 5 napos versenyt, viszont nagyon kevés az olyan ember, aki több napra el tud szabadulni a munkájából. Tehát ez egy oldalról így indokolt, viszont a másik oldalról, hogy ez egy hosszú hanyomány szakadt meg most ezzel, sajnálják a sportolók és a futók. A középiskolák voltak a legbátrabbak, bevállalósabbak, köztük az 5-ös gimnázium csapata járt az élen. Nekem egyrészt kötelező is volt, mivel igazolt versenyző vagyok, és Kovács András tanár úrnál futok, de amúgy magamtól is elindulnék, mert ez a 3. alkalom, hogy elindulok, és idáig mindig jól sikerült, mindig megvan az első hely, meg a... Mit szólsz ez az időhöz? Hát ez az idő borzasztó, bár szerintem mindenki próbálja túlélni ezt a versenyt elsősorban, aztán az időt azt majd meglátjuk, hogy mennyit fogok futni. Mennyire nehezíti ilyenkor a futást az ilyen idő, a csúszós, úgymond sáros talaj? Hát... Elég nehéz lesz így, bár én inkább azért aggódok, hogy esközben eső, és a szemembe fújja a szél, és nem nagyon fogok látni, vagyis hát nehezen, és így kellemetlen lesz. A betét verseny egy időben indult a maraton mezőnyével, mivel a létszám igen csekélynek bizonyult, így nem indokolta semmi a külön rajtot. A fél profi futók vagy a jó amatőrök, azok megszokták, hogy ilyen időben is van edzés, tehát alapvetően én úgy gondolom nem. Hát aki csak akkor megy ki futni, amikor ragyog a nap, vagy kellemes az idő, az zavarhatja az eső, de itt azért jellemzően olyanok vannak, 90%-át ismerem, akiket különösebben nem zavar az eső,
figyelni kell, azért mondjuk be, hogy láthatósági mellényt lehetőleg mindenki vegyen fel, mert azért a látási viszonyok rosszabbak, gépkocsin álljon meg az út szélén, mert csúszós az út, és a futók testi épségének a védelme mindenek feletté. Mennyire veszített a Nimbuszával a Bécs Budapest szupermaraton, miután lerövidült a táv? Hát ez az egy év, ez az átmenet. Ugyanis a versenyzők kérték évek óta, hogy menjünk vissza a klasszikus útvonalra, Bécs, Sopron, Győr és így tovább. És hát meg kellett tenni, mert már 3 éve rágják a fülünket, és úgy döntöttük, hogy most itt az ideje. Másrészt pedig a versenyzők nem szerették a pozsonyi szakaszt. Kifejezetten nem szerették ott lent a gát melletti futást, és hát mi a versenyt a versenyzőknek csináljuk, nem magunknak, nem gazdaságnak, hanem a versenyzőknek. Ezért beadtuk a derekunkat, úgyhogy ahhoz, hogy át tudjunk állni jövőre a soproni Bécs-Sopron útvonalra, ezt és most már ne rendezzük meg a pozsonyi szakaszt, ezt most csak így tudtuk, mert az osztrák segítőinknek ahhoz, hogy lejárják a településeket Sopron és Bécs között, ahhoz idő kell, hogy egyeztessünk, és Sopron polgármesterével másfél hónapja kötöttem egy szóbeli megállapodási szerződést, hogy várják a versenyt, úgyhogy ezért lett most egy ilyen 3 napos. Másrészt egy próba nekünk is, hogy aki nem tud annyit futni, vajon mit szól egy ilyen verseny, úgyhogy ha ez beválik, jövőre úgy tervezzük, hogy meg lesz a klasszikus, és Győrtől ráépítünk ugyanabban az időpontban, amikor ide érkeznek, ezt a 3 napos, tehát lehet 5 napos, és lehet 3 napos. Előzetes jövőleti adásunkból labdarúgó bajnoki mérkőzés, kosárlabda bajnoki mérkőzés, kézilabda országos erdőlő bajnokság és asztali tenisz sikerek a kicsiknél.